Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ahogy ígértem, Samsung Galaxy S8 vs. Samsung Galaxy A8 2018. Miben hasonlítanak, miben különböznek, és melyiket érdemes megvásárolni a kettő közül. Minden apró részletre nem fogok kitérni, hiszen mind a kettő telefonról van teszt, most tényleg inkább a hasonlóságokra és a különbségekre fogok fókuszálni a képernyőn látható szempontok alapján. Remélem, hogy segíteni fog a videó. A Galaxy A8 2018-at direkt úgy tervezték, hogy hasonlítson az S8-ra, de azért nem teljesen ugyanolyan. Ha egymás mellé tesszük a két mobilt, akkor szemmel látható a különbség. Az S8 keskenyebb és vékonyabb, magasságban viszont alig különböznek. Ami észrevehető, hogy alul és felül az S8 kávái kisebbek, az élményhez persze hozzájárul az is, hogy a kijelző lekerekített, az A8 pedig flat, lapos. A kijelző fölött a különbség, hogy az S8-ban van íris leolvasó rendszer, az A8-ba ehelyett két előlapi kamerát építettek. A hátlapon a legnagyobb eltérés az új lenyomatolvasó pozíciója. Az S8-nál sokak számára elérhetetlen vagy kényelmetlen volt, viszont ezt az A8-nál orvosolták, és ezt örökli majd az S9 is. Az S8 kamerája mellett van egy pulzusmérő szenzor is, ami mindig is az S és a Note széria kiváltsága volt. Mindkettőnél közös a fenti zajszűrő mikrofon és a kártyák tárcája, a jobb oldalon a bekapcsoló gomb, a bal oldalon a hangerőszabályzó, alul az USB Type-C port, a mikrofon és a jack csatlakozó, ami viszont eltérés, az a hangszóró helyzete, már a tavalyi A-szériánál is felkerült a jobb felső szegletbe, illetve az S8-on van dedikált Bixby gomb. A hangszóró egyébként teljesen ugyanaz, a minőség és a hangerő is megegyezik. Anyaghasználatot tekintve mindkettőnél ugyanúgy fényes alumínium váz és üveg előhátlap jellemző, mindkettőnél adott az IP68-as tanúsítvány, azonban az A8-nál Gorilla Glass 4, az S8-nál pedig Gorilla Glass 5 üveg védi a két oldalt. Térjünk át a kijelzőre. Ami egyből szembe tűnik, hogy mind a kettőnél van Always on Display funkció, és hát nagyjából ugyanúgy néznek ki. A hangomnál van egy eltérés, ugyanis az S8 nem érintés, hanem erősebb nyomást érzékel, az A8-nál viszont ez nem nyomásérzékeny terület, hanem dupla koppintásra reagál. A panel Samsunghoz híven Super AMOLED, és mindkettőt illetik az Infinity Display jelzővel. A különbségek. Az S8 képátlóban és felbontásban is több, az adatokat a kijelzőn láthatjátok. Amellett sem mehetünk el, hogy az S8 HDR10 támogatottságot is élvez. Azonos beállítások mellett vélhetően ezért is kicsit más a színhőmérséklet, az S8 kijelzője fehérebbnek tűnik, ez szemből is látszik, viszont szögből nézve azért látványosabb. Az extra pixeleket nehéz észrevenni, az A8 sem tűnik pixelesnek, de a számok magukért beszélnek, az S8 felbontása nagyobb. Szoftverben is vannak azért eltérések, és itt kifejezetten az A8 javára. Az Android főverziója itt 7.1.1 Nougat, az S8-nál 7.0, a Samsung Experience felület verziója pedig az A8-nál 8.5, az S8-nál 8.1. Miben nyilvánul meg a különbség? Amit én észrevettem, hogy az A8-nál van Dual Messenger funkció, aminek köszönhetően klónozhatjuk az üzenetküldésre szolgáló appokat, mint a Facebookot, Messengert és Vibert. Ez az S8-on nincsen. Az S8 animált háttérképei az A8-on nincsenek, értelemszerűen a Google keresősáv sarkai lekerekítettek, de más látványos különbséget nem sikerült felfedeznem. Az alkalmazások ikonjai megegyeznek, az appok felépítése is ugyanazok, a beállításokon belül szinte ugyanazokat a menüpontokat kapjuk. A Samsung Experience 8.5 legnagyobb újdonsága papíron a 8.1-hez képest, hogy javították az úgynevezett TouchWiz laggot, ami miatt sokan becsmérelték a felületet. Az A8 Oreo frissítéséről még semmilyen információ nincsen, viszont az S8-ra várhatóan február végén fog majd érkezni. A hardware az, ahol a legnagyobb különbség van, és itt is leginkább a rendszercsip miatt. Az S8-ban egy Exynos 8895, az A8-ban pedig egy Exynos 7885 típusú lapka található. Mindkettő 8 magos, azonban klaszterek és az órajelek tekintetében is van különbség, és mondani sem kell, hogy az S8 javára. A grafikos gyorsító viszont mindkét mobilnál Mali G71 típusú, rendszermemóriából 4 GB-ot kapunk, a belső tárhely viszont az A8-nál 32 giga, az S8-nál pedig a duplája. A benchmark teszteknél látszik jól a különbség, AnTuTu-n kétszer annyi pontot zsebelt be az S8, a Geekbench-en pedig 25 és 35%-kal jobb eredményt ért el a tavalyi zászlós.
Adatkommunikációt szemlélve az S8-ban van Galileo támogatottság és CAT-11 helyett CAT-16-os LTE, az A8-ban viszont van FM rádió. Jöjjenek a kamerák! Az előlapon az S8 esetében egy 8 megapixeles f1.7-es rekeszértékű autofókuszos kamerát találunk, az A8-nál pedig egy 16 és egy 8 megapixel felbontású szenzort f1.9-es apertúrával. A dual kamera lényege az élőfókusz funkció, amivel a háttér mosását tudjuk szabályozni, erre az S8 nem képes, így aki igényli a portréfotókat, annak vélhetően az A8 jobban bejön majd, mindkettő elég jó selfie-ket készít. A hátlapon mindkét mobilnál f1.7-es rekeszértékkel jellemezhető a kamera, viszont az S8-nál 12 megapixeles, az A8-nál pedig 16 megapixeles. Igaz, hogy a felbontás nagyobb az új mobilnál, azonban más tényezők is vannak. Az S8-ban van optikai képstabilizátor, illetve dual pixel autofókusz technológia, ezáltal például hamarabb felismeri a közeli objektumokat, tudja hova kell fókuszálni, ami pedig a képminőséget illeti, az S8 esetében sokkal jobb a dinamika tartomány. A fényesebb részek nem égnek ki annyira, a képek kontrasztosabbak, teltebbek. A videókat az S8 4K 30fps-ben is képes rögzíteni, míg az A8 sajnos csak Full HD 30fps-nél maradt. Az akkumulátorok kapacitása megegyezik, 3000 mAh-ról van szó. Az S8 képáltlója és felbontása is nagyobb, viszont a processzora energiahatékonyabb, így gyakorlatilag nincsen különbség az üzemidőt tekintve. Használati szokásoktól függően 3-5 óra a kijelzőidő, és szerintem egy nap az átlagos üzemidő. Mindkét mobil támogat gyors töltést, a sebesség megegyezik, fél óra alatt ugyanannyit tudtam belejük pumpálni a gyári töltővel. Ami az S8 felé billentheti a mérleget, hogy az A8-al ellentétben veszedék nélküli töltést is támogat. Összegezzünk! A Galaxy A8 egy nagyon jól sikerült készülék, és sok szempontból sikerült felnőnie az S8-hoz, viszont mégiscsak egy kis testvér, egy úgymond light verzió. A jelentősebb különbségeket a képernyőn láthatjátok. Egyes sufni GSM-eknél a Galaxy S8 kártya függetlenül már 155.000 forintért is kapható, a hivatalos viszonteladóknál viszont kicsivel 200.000 forint fölött van. Az A8 nagyjából 130-150.000 forintért vihető haza. Ha szélsőségesen nézzük, az A8 árából szinte kapsz egy S8-at. Melyiket éri meg? Ez mindig rajtatok áll, nem rajtam, hisz mindenkinek más a véleménye, de én lehet, hogy hamarabb vennék egy S8-at, hisz a rendszercsip jobb, az üveg erősebb, a design szubjektíven szólva szebb, viszont az A8 újabb, az előlapon van portrémód és az új lenyomat olvasó is jobb helyen van. Mind a kettőnek megvan a maga előnye, de én lehet, hogy a kettő közül az S8-ra tenném le a voksomat. Én ennyit szerettem volna ebben a videóban, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!